határozottan jó. Kívánok! Szeretettel köszöntjük Önöket a 92. ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok következő rendezvényén. Egy könyvemben kerül sor Szávai Géza az Életet Kockerén, Asszony a Hátországban című könyvének bemutatójára, beszélgetőtársa Farkas Mónika. Köszönöm. Köszöntöm Önöket, szép jó estét, és köszöntöm mindazokat, akik online kapcsolódnak be a programba. Szávai Géza pedig parancsoljon, foglaljanak el szóval. Még lehet, hogy jönnek. Szávai Géza visszatérő vendége a könyvszalon, illetve a könyvhét eseményeinek, úgyhogy azt hiszem, hogy köszönhetjük Szávai Gézát nagy örömmel, nagy barátsággal itt a Győri Kismondi Károly könyvtárban. Örülök, és hogy itt van. Örömmel köszöntöm a részvet. Arra gondoltam, hogy viharosan véget ért a nyár, hogy ma milyen szép napra virratunk, és hogy jöttem a Széchenyi téren, és sütött a nap. Arra gondoltam, hogy milyen jó lesz erről a könyvről, egy nagyon komoly könyvről beszélgetni. Tehát az élet furcsa pillanatai, hogy ezen a szép estén tulajdonképpen azt gondolom, sokat fogunk beszélgetni, akár az élet nagy kérdéseiről, és hát a halálról is beszélünk, hiszen a könyvének címe az életet polcra lett, az, hogy a Hátországban, és hát nyilvánvalóan jelenlévők közül sokan ismerik, vagy követték, vagy követik, vagy előkerül néha. Azt gondolom, ennek a csoda asszonynak, ennek a csoda embernek a kötetei, de azért pár dolgot tényleg így kulcsszavakban elmondanék Polcvalerről, aki Kolozsváron született, Budapesten halt meg 2007-ben. Pszichológus, író, tanatológus, tehát haláltannal foglalkozott, és ami talán az egyik legfontosabb és az úttörő szerepet ebben töltötte be, hogy ő a hospice mozgalom egyik alapítója. A Kossuth Díjas író Mésző Miklós felesége, Mésző Miklós pedig 2001-ben halt meg. A legfontosabb is ebben könyvében is kitér, hogy Polcvalent 19 évesen ment először férjhez, második világháborúban megsérült, a klinikai halál állapotába került, miután borzalmas szenvedéseken ment keresztül szovjet katonák folyamatos csoportos erőszaktétele, kínzása és a nélkülözés miatt. A házassága felbomlott, és a háború borzalmai egész életen át nyomódhattak benne. 1949-ben végzett az ELTE bölcsészettudományi karán, pszichológia szakon, másodszor is férjhez ment, akkor már Mésző Miklós íróhoz, házassága 2001-ig tartott, és pályája kezdetén elmebetegekkel folytatott művészeti terápiát, játékdiagnosztikával foglalkozott, 1970-től a Tűzoltó utcai második számú gyermekklinikán dolgozott, ahol nagyon súlyos beteg és haldokló gyermekek és hozzátartozói pszichológusa volt. 1976-ban Magyarországon elsőként hozott létre klinikai osztályon játszószobát, illetve külön szobát a szülők számára, és 1991-ben hozta létre a Magyar Hospice Alapítványt. Mindezt azért soroltam fel, mert egy nagyon különleges barátság, nagyon különleges életszakaszt követhetünk végig ebben a kötetben, két házaspár kapcsolatát, Mésző Miklós, Polcvalen és Szávai Géza és felesége Szávai Ilona négyesét kapcsolatát, de ez a könyv elsősorban Polcvalenről szól. Hogyan jött az ötlet, egy majd 15 éves barátság, ott követhetünk végig, Géza mi volt a fő indítója ennek a kötetnek? Hát az igazság az, hogy én soha életemben nem akartam ilyen szerű könyvet írni, pláne nem Miklósról vagy Aránról, de hát az élet, ha nem is nagy, de apró cseppő kérdéséről, ha beszélgettünk, az egyik apró kérdés az életben ugye a halál. Na most nem szabad elhallgatnom, könyvben is benne van, hogy én két éve igen komoly daganatos betegséggel küszködöm, mint kiderült újabban eléggé sikeresen, tehát nagyon valaki temetni kezdjen engem, mert még szép, viruló, 70-esztendős fiatal fiú vagyok. Már hogy a gyógyításban sikeresen haladnak, hála Isten. Legalábbis azt mondják, és ott is megnyugtatják. Így is van.
hiszékeny ember vagyok ilyen szempontból, válogatottan hiszékeny. És hát így az ember elvicszerget az élet nagy és apró kérdéseiről, a város kérdéseiről, ugye, jobb pillanataiban, pláne ha nem egyedül van, akkor még inkább, de nem kell mondanom senkinek, hogy akkor, amikor az ember egyedül marad, és vele szembe van, ha ugyan van, akivel majd találkozik, nem tudjuk, hogy minek nevezzük, Istennek, sorsnak, másiknak. Ilyenkor az ember nagyon maga alatt tud lenni. A legnagyobb baj az elmúlt két évben számomra az volt, hogy nagyon erős gyógyszerek miatt, gyakorlatilag nagy fájdalmak miatt, gyakran a fájdalom elviselhetetlen, és akkor a tudat kieséséges megy az ember. Tehát itt nem tudtam sem olvasni, sem írni, az élettől is való búcsúzkodást is szép lassan megunja az ember, és hát eszembe jutottak ezek a számomra kedves öregasszony, akik haldokoltak és nézegették a fényképeket. Ilyen volt a Jóska, amikor huszáró, ilyen volt a Pistikkel, amikor első áldozó volt, meg másféle, és úgy el voltak ezzel a dologgal. És hát a dolog úgy én is rájöttem, hogy hát akármi történik velem, jaj, de közös dolog nem történhet, legfondabb meghalok, de hát ahogy az egyszeri pap mondta, prédikálta, drága híveim, egyszer mindannyian meghalunk, talán még én is. Mert én is ilyen állapotban, ugye, és hát úgy eszembe jutott, hogy nekem más a számban vannak fényképeim, én gyerekkorom óta fényképezek. Fényképekhez fűződő viszonyom nagyon érdekes is volt. Gyerekként, kamaszként még csak a rögzítés abszolút ösztönös és kiélezett vágya rögzíteni, megjegyzetelni mindent. Később pedig ugye én újságíróként is dolgoztam, voltam képes lapnak is főszerkesztő helyettese, szóval a vizuális világgal hamar kapcsolatba kerültem, és folyamatosan fotóztam, az nekem egy ilyen kiegészítő hobbi volt. Azt szoktam mondani, hogy ahogy a suhancok a szép kislány előtt így a cigarettal dobozt egyensúlyozták a kezükön, én úgy mindig egy ilyen fényképezőgépet is azzal vágtam föl, és kecélgettem, és a szép leányok megkérdezték, de Géza, van-e te fény? Mondtam, hát hova? Ha nem volt, akkor is kecegtettem, ha pedig arra is rájöttem, azt is mondhatom, hogy nincs benne film, és akkor vihognak, elengedik magukat, sincsőt, ne kecegtetek. Szóval nagyon hamar rájöttem a rögzítésnek erre a gyakorlatilag az, mint a prózaírás, mint a regényírás. Annak egy ilyen mellékága. És hát ott van annyi, de ezekkel a fényképekkel soha nem akartam semmit kezdeni, csupán ez a felidéző erő az nagyon sokat jelent. Mert hogy olyan, többek között a kötettel kapcsolatban olyan fotókról van szó, amin Polc Elemész, Miklós, illetve szerepelnek, tehát ezek a fotókat és ahogy nézegettem ezeket a fotókat, eszembe jutott, hogy hát én önéletírást soha nem fogok elkövetni, nem szeretem a műfajt, és ugyanakkor viszont olyan fotóim vannak, fotók tömege Alenről meg Mészöly Miklósról, amelyekről mondjuk lemondani, hát gyakorlatilag nincs is jogom azt közé kell tenni, de azt nagyon nem szerettem volna, hogy jöjjön egy doktorkodó gyerek, és ott valami tudományos lapba közölgesse, hol jegyzetekkel ezeket a fotókat, hiszen ennek a két embernek az életéről akartam írni,
fotóban elbeszélve olyasmit, amit én fontosnak tartottam, és erre az elmúlt két évben így hirtelen meg is találtam azt a műfajt, ami nem saját magammal foglalkozás, hanem másokkal, miközben hát mégis rólam is szó van, rólunk is szó van, és akkor ilyen dolgokkal találkoztam, hogy milyen is kezdjek ezekkel a fotókkal, és rájöttem, hogy hoppá, az nem fogalom, hogy Nésződ Miklós és Polc Alen házassága. Hát házassága egy embernek, vagy egy, hölgy, egy férfinak, vagy egy hölgynek lehet 4-5, manapság már 5-6 is keredi. Na minden, ne példálózok, de hát vannak szerencsés vagy szerencsétlen hölgyek, szerencsés vagy szerencsés urak, akiknek rövid vagy hosszú életük folyamán 4-5 feleség vagy férjük. Hát én őszintén szólva inkább azokat irigyelem, akiknek több feleségük. Ez nekem is jó állat volna, de most 70 esztendős fiatalemberként nem tudom, hogy milyen sanszaim van. Viszont a következtetést le tudtam mondani, hogy ember, egy embernek, férfinek vagy nőnek élet csak egy van. Férje lehet több is, a lennek is volt kettő. És nagyon nagy dolog az, hogy egy férfi és egy nő, két ember megtalálja egymást, vagy nem. És ha megtalálja, akkor azonnal mindenki elgondolkozik, és én is, miközben a fényképeket rakosgattam, elgondolkoztam én is, hogy hát nekem is volt, van egy feleségem, még mindig ugyanaz, az első feleség. Vagy ő kitartó, vagy én, vagy mind a ketten. Ezt majd eldönti a végső dolgokat elszámoló könyvelő, de az igazság marad, hogy tényleg, ha az élettel akarok foglalkozni, akkor Alennel külön, Miklóssal is külön, és Alennel kezdtem, mondom, hogy nagyon romos állapotban voltam, hát most már nem vagyok annyira romos állapotban, sőt, perspektívákat is emlegettek a fehér köpenyes urak, nem sokat, de annak még éveim vagy az. És hát Alenre szavaztam, hogy a házaspár a házaspár két pillére közül Alennek kellene. A fotók egy része régi Polcerről készült fotók, kolozsvári évekből, és a fotók nagy része pedig Kisoroszban készült. Hogyan találkoztak egyrészt? Ugye ez is nagyon izgalmas, hogy hogyan alakult ki Szálogai Géza barátság először Nésző Miklóssal, aztán nyilván Polc Alennel, illetve hát hogyan kerültek először is? Ugye ennek is van egy története. Magyarországra kerültek, Budapestre, Kisoroszba pont, ha jól tudom, akkor ugye egymás mellé, mellett éltek, vagy legalábbis ez a úgynevezett hétvégi ház ugye egymás mellett volt, amit mostanra ugye Kisoroszit már azért az íróköltökben értesítették, mert egy közkedvelt pihenőhelyet, vagy szellemi. Igen, az egy, van a Kisoroszi határában egy ilyen telepített erdő a szörlődombokra, és gyakorlatilag az lett egy ilyen üdülő övezet, és azt kimérték, Miklós, Mésző Miklós ott vett először egy parcellát, dupla parcellát, mi a tágosság szerint. És akkor a dupla parcellára épített egy ilyen faházat, és oda próbált csábítani barátokat, ott lakott, vagy ott volt háza évekig Nádas Péternek, aztán Nádas Péter elköltözött innen, Domborszegre, Kukorelli Bandinak is volt. A lényeg az, hogy Miklós próbált egy ilyen írótelepet létrehozni, de menet közben letette erről, hiszen végül kinek a saját
műve, ami őt foglalkoztatja. De ugye visszatérve arra, hogy hogyan találkoztam, hát Miklós nagyon hozzám képest idős, nem az én generáció. Fiatal fiúként én a Székelyföldön születtem, és a fiatal emberként Bukarestben szerkesztettem egy ilyen élet és irodalomszerű rapot, az volt a cím, hogy a Hét. És hát ha két évente külföldre engedtek, a fiatal író az általában keresi a maga helyét, és hát végül is akár tetszik ez holmi államokat vezető és nyertes háborúkat megért államokat vezető politikusoknak, akár nem. Ugye magyarsági ilyen szétszólt állapotban éve lelezzik, és ha valaki éppen a Székelyföldön született és mégis magyar író akar lenni, a maga természetes közegének kell érezze, legalábbis így gondoltam én, teljes magyar irodalmat, és amikor kijutottam, eljutottam két évente Magyarországra, akkor kerestem a kapcsolatot azokkal, akik nekem nemzedéktársaim, akik előttem jártak, és egy fotó ismeretség kialakult Mészőjel is, de ez nem jelent, meg nincs különösebb jelentősége, mint a többi ismeretségnek, viszont amikor a kislányom megbetegedett, óvodás volt, akkor ki kellett hoznom a Tűzoltó utcai klinikára, és Tűzoltó utcai klinikán praktizált pszichológusként Alain Porcel. Na most már egyetemi hallgatóként olvastam Alainnek a tanulmányát, egy, nem tudom melyik oldal, talán a Valóságban jelent meg, és egyszerűen ledermedtem, hogy valaki pszichológusként a gyermekek haláláról ír, mert a gyermekhalállal foglalkozni az egy szörnyű dolog, ennél szörnyebbet én nem ismerek, és azon kívül pedig kamaszkoromban, fiatal íróként, hát én nagyon korán kezdtem publikálni 16 éves koromban, és mindig akartam írni egy könyvet. A Székelyföldön nagyon sok kamasz lett öngyilkos. Tehát 10-esztendős gyerekek, 9-10-esztendős gyerekek akasztották föl magukat. Nekem is volt ilyen gyerekkori, nem barátom, de gyerektársam. És nem tudtam, hogy milyennek az oka. És nem tudtam, hogy ennek van-e valami köze ahhoz, amit úgy nevezünk, hogy néplélek. Vagy egy népcsoportnak, ha nem is a lelke, de a szituációja, a helyzete. És hát ugye akkoriban egyszerűen nem is lehetett emlegetni a halált. Le sem lehetett írni. Az a szocialista építés lendületéből ugye visszavett volna, meg a lelkesedéből is így tart. Én viszont nagy elszánással jegyzeteltem a öngyilkos székelyföldi gyerekeket, eljutottam valami 11 gyerekig. És aztán nem tudtam ezeket a dolgokat megírni. Fölösleges lett volna, mert nem tudtam volna közölni. És ettől függetlenül nagyon érdekelt ez a dolog, mert én sejtettem, hogy miért lettek öngyilkosok ezek a gyerekek, és azt sem hallgathatom el, hogy ez a dolog engem is kamaszkoromban, meg nagyon sok fiatal fiút megérintett. Erről beszéltek Alainnel aztán később, amikor így összebarátkoztak, vagy éppen kiindultál kis oroszliban a kertben? Hát nincs olyan, amiről Alainnel beszélgettem volna, de én ezzel csupán azt, persze, ami halál az izi. Az nagyon érdekelte őt, számomra túlságosan szakmai jön a végén, és hát ezért is érdekelt engem Alain, aki ehhez a dologhoz szakmaként áll hozzá, és haldokló gyerekekkel foglalkozik a Tűzoltó utcai klinikán, ami úgy nézett ki, hogy tényleg egy új stílus,
gyakorlatilag bejárattak a szülők, én is bejárattam Eszterhez, sőt, úgymond szolgálatot teljesítettem, voltak ott féllábú kislányok, kopasz halálok előtti stádiumban lévő gyerekek, és hát így beosztottuk szülők egymás között. Eszter 2 évig volt ott, amíg kivizsgálta. Na most akkor én nem akartam Alennel még megismerkedni sem. Őszintén szól, én nem szerettem volna azt, hogy az én kislányomnak a haláláról, vagy esetleges haláláról bárkivel beszéljek. Alenn sem. Nem azért született ez a kislány, hogy az ő haláláról doktorkodjon fölötte akármelyik halandó. Miklóssal viszont ebben az időben nagyon összemelegettem, mészőjel. Aztán visszamentem Bukarestbe, és így 2 évente találkoztunk, de hasonló az alkati azonosságok rendjén én az életemben 4-5-ször találkoztam ilyen szerű fickóval, mint Miklós, és hát nagyon fél szavakból értettük egymást, és hát a barátság már az első pillanattól kezdődően ilyen szervezkedés volt, mert én azt akartam, hogy őt kiadjuk Romániában, tehát Erdélyben magyarul, hiszen nem lehetett magyarországi írót kiadni Romániába, és adják ki románul is. És ő pedig azt fundáltuk ki, hogy hát ha a világ körülöttünk nem normális, attól még nem fog a normálisnak lenni, és én magyar íróként, erdélyi és romániai magyar íróként nem közölhettem, nem publikálhattam Magyarországon. És akkor kitaláltunk egy álnevet nagy titokban, és Miklós elintézte, megbeszélte barátaival, akik főszerkesztők, meg kiadói emberek voltak, hogy ezen az álnéven én publikálhassak. Tehát így titokban fellélegeztünk. Na most ezt csak azért mesélem el, mert nincsen különösebb jelentősége, de annak már van, hogy két ember miért és hogyan kerül közeli kapcsolatba. És Csernobil után a feleségem megbetegedett, Bukarestben igen sok áldozata volt, a vihar arrafelé hozta, Bukarestnek hozta ezeket a felhőket, meg a fertőzött felhőket. Elképesztő jelenetek voltak, a későn derült ki, de hát hogyha ebbe belemegyek, akkor nem a könyvről beszélünk, hanem Csernobilról. A lényeg az, hogy a nagy nehezen a feleségemet is megállapították, hogy mi a baja, de hogyan, abban az óriási szerencsében éppen volt része, hogy egy tanár, egy orvosprofesszor 2 évig Finnországban volt vendégkutató. Méghozzá az öbölben, ahova ugye sejtették, de nem tudták pontosan, hogy a szovjet atomtenger alatt járók azért behatolnak az öbölbe. Olyan sugárzást bocsátottak, hogy ott jelent meg egy ilyen fura betegség, és ők ezt kutatták. Ez a bukaresti orvosprofesszor is, mikor hazajött, döbbenten látta a Csernobil utáni betegeken ugyanezeket a jelenségeket, és hát a felek 5-en jutottak el a legveszélyesebb fázisba, abból 3 meghalt, nekem azt mondták, hogy a feleségem él még 5 hónapig, és megsúgták, hogy vigyem el valahol legalább méltó halálra legyen, mert nem kell elmondanom, hogy ez a Ceausescu fényeskedése, tündöklése idején tejet nem lehetett kapni Bukarestbe. És akkor nagy nehezen kihoztam Budapestre, ő itt maradt, úgymond megfolni a korányi klinikán, én pedig visszamentem, mert Eszter lányomot nem hozhattam el, mert csak úgy utazhattunk, hogy ő akkor mindig kellett egy tusz maradjon a családban. Ilona feküdt a Korányiba vagy 2 évet, biológiai csodó, mind a mai napig él,
Hétfőn beszéltem a telefonon. Én erre azt szoktam mondani, hogy na, nem is csoda, egy ilyen pasinál van. Tehát akkor van valami, mégiscsak van valami törvényszerű, hogy ilyen életutak összegabajodnak. Hát persze, írom a mikor aztán Esztert is kihoztam, ilyen nagy nemzetközi összefogás, táviratok, meg minden a fekete felem, hogy meglátogathassuk, többet biztosan mentünk. Ott maradt minden Bukarestből, én egy bőröndes, egy gyerekkel itt álltam a Moszkva téren, egy 10 éves kislányom Esztert, és hát akkor kezdődött egy másik élet, mert most én panaszkodni egészen egyszerűen nem engedtem a családba senki. Ilonátus, senki sem. Az el, és ebben nagyon következetes úton. Aki elkezdett panaszkodni, én akkor mindjárt mondtam valami őrületes hülyeséget, hogy kezdjen röhögni. De panaszkodásra, életenergiát, az valami, az megengedett. Hogyan teltek ezek a kis oroszi mindennapok? Milyen gyakran találkoztak? Milyen gyakran voltak ott? Miről volt a diskurzus? Kinek mennyire kellett egy picit szeparálódni, kinek mik voltak a hatáskörei, mert ugye azt írja a könyvében, hogy három nő nagyon meghatározó az ön életében. Az édesanyja, a felesége és természetesen Alen, akikkel vérre menően tudtak vitatkozni, és néha nagyon is dühítették önt. Tehát hogyan ment ez az együttélés, Géza? Mennyire volt harmonikus? Ez a három nő egy ilyen bávatlan, nyugodt fiszkót, mint én, úgy fel tudott bosszantani, hogy ketyegtem, mint a rosszul járó óva. Feleségem, Alen és az anya. Na most, hogyan kerültünk? Úgy kerültünk Kis-Orosziba, hogy Miklóson nagyon-nagyon közeli barátságra kerültünk, és azt mondta Miklós, hogy te Géza, kinéztem neked egy házikót, és vásároljátok meg, adok kölcsön pénzt, elintézem az illető, adja el, az illető el saparta, adni. De Miklós meggyőzte, hogy így is megyünk, és a többi lényeg az, és mentünk a Poros úton, és Miklós ezt előadta már nem tud harmadjára vagy negyedjére, és Ilona, a feleségem mondta, hogy de hát Miklós, hát nemnek, hogy szoktak az ilyen fontoskodó feleség. Hát nekünk talán nem ez a legfontosabb, hogy most egy ilyen házba felulálunk, azt mondja Miklós, hogy fölemeltek, azt mondja Ilona, attól fél, hogy megöti. Miklós, hogy mi az Isten beszélsz? Elintézte, eladja, adom a pénzt. Ha akarod, megadok. Hát mi az Istenért nem akarod ezt a házat? Állunk elhallgatott, és akkor megvettük. Azok kölcsön nézik, megvettük. És hát nekem ez egy annak rendje módja szerinti, hát ha ez nem lett volna, akkor nem tudom, mi lett volna velem, ez egy ilyen búvóhely. Én Budapestről eltűntem, egy Túvi Miklós, és gyakorlatilag hát oda húzottunk el írni, és addig az asszonyok Budapesten tartották a frontot. Hátországban. Mi voltunk a hátországban, sők voltak a fronton, ahol mind a kettő nagyon ügyes, praktikus, okos. Nem szívesen mond ilyesmit az ember a feleségéről, de ez így van. Gyere rá, büszke. Ő büszke, én nem. Azt is írja a könyvében, bocsánat, hogy először ennek nem igazán örült, hogy a két nő így egymásra talál. Nem, hát ugye ki a fene örül annak, amikor nemhogy a háta mögött, a szemben előtt két nő összet, és néznek rá, hogy úristen, róla beszélni, hogy a dolog hamar megfordul. Hát ugye a lenő pszichológus, és mi Miklóssal órákat ültünk, és hallgattunk, vagy éppen egy szót mondtunk, a lenő mindenre futott oda, borzasztóan kíváncsi volt, meg ugye nem csak nőként féltékeny, hanem házastársként is féltékeny. Nehogy már itt Miklós, ki tudja mit mond róla, esetleg nekem, vagy így. És akkor jött Alen mindenre, miről, mi van? Egyszer mondom neki, Alen,
Maga most arra kíváncsi, hogy miről hallgatunk? Miklós, ez az, ilyen alig megszólaló fiszkó volt, ez az. Néged is érdekel az igen, ember. Igen, a magázás tegezés? Igen, tehát hogy amit nagyon mondott most, hogy maga miről beszélnek. Igen, alennel magázódnak, viszont a könyvben viszont egy tegezés. Életet polc alá, ugye? Tehát, az életet polc alá, azért a könyvnek, azért ez a címe, mert védtek könyvet a gyerekkori barátnőjéről, Bíró Bertáról. Aznak az a címe, hogy az életet Bíró Berta. Na most ezt ketten csináltuk Alennel, én kimentem Bíró Bertához, kivéve, ez egy csodálatos kis falu Kolozsvár mellett. Egyébként itt volt Molnár, miután a papi rendőr kiugrott, hív, kivéve. És a jévő lányával is nagy barátságban volt Alenn. És Miklós állt és nézett. Miklós ugye mondanom senki nem volt, nézd, most nem volt nagy érőrajon. Szóval furcsa a világ. Kicsi és nagyon furcsa. És ott Kisoroszibban nagyon egymásra voltunk utalva. Miklósnak is volt autó, Miklósnak autója volt, később nekem is lett. És gyakorlatilag egy autó jött-ment. Tehát ha Miklós jött, akkor ment ki Kisoroszig, akkor vitt engem, vagy Ilonát, mikor én mentem, akkor vittem Alen, Miklós Szapien. Nagyon szoros szimbiózis volt, ami nekem amúgy nem tetszett. Miért? Mert egy ilyen fickó vagyok, nem szeretem az ilyen túl közeli dolgokat. És azt sem szeretem, hogy a feleségem túl közeli viszonyokat ápoljon, akár pasikkal, akár nőkkel. És a lennel pedig állandóan sustoroltak. És viszont egyszer csak eszembe jutott a gyermekkori fixa ideja. Miklóssal mi nagyon sokat veszekedtünk. Egyetlen olyan barátom, nem kettő volt olyan az életemben, akivel nem kellett finomkodni, Miklóssal nem is lehet. Eltűnt, hogy finomkodjanak vele, de neki ilyen Alenn még azt mondta, hogy hát maguk vadállatok, mikor földet is mondtam Alennek, hogy hát Alenn tökéletesen igaza van, ez a Miklós annyira állatlan, én egy úriember vagyok. Mondtam neki, hogy jeleztem neki, hogy a férjét nyugodtan vadállatozhatja, de mégis egy idegen urat. Kikéri magának, rögtön értette. Miklós pedig ilyenkor kacagott. Szóval a helyzet az, hogy ez egy sokszor, igen, nem szeretem a dologból, mert hát ugye az ő budai lakásunknak a kulcsa nálunk. Az ő, a mi lakásunk, meg a mi kisodaszi házunk kulcsa a lenni. Miklósnak nem szabad kulcsot adni, és sosemmit nem zárt. Ha valaki bezárta, akkor nem tudom, hogy ment be Miklós, de szerintem mondtam, hogy rúg be a fenébe. Nem tudom. Ilyenok voltak szerintem már, mint egy nagy család, nem? Tehát így az elmondások és a fotók alapján is annyira intim pillanatokat ad vissza, vagy annyira ilyen, tényleg ilyen családi fotó jellege van, tehát, hogy igen, és nagyon bensőséges, vagy ilyen nagyon őszinte emberi pillanatokat lehet elkapni ezeket a fotókat. Őszinte, meg néha, hogy is mondjam, veszekedés, dugó. De őszinte emberi. Őszinte, öltögeti rám a nyelvét az. Meg ilyesmi, és mondtam, lefényképezem, felhegyenek át. Sere, mit mondott? Fényképezzen? Hát benne van a könyvben, ott van, azt mondta, hogy is mondta Alenn, hogy az minimum, nekem külön nem mondta, hogy maga egy állat Géza, odáig nem tudta fölhetszelni magát, de ha Miklós mellettem volt, akkor azt mondta, maguk állatok. A Miklós, te dolgok. Szóval nagyon sokat veszekedtünk, és túl közeli volt ez a
kapcsolva. Hát, sülve főve egy jobb, mint télen. Mondok egy példát, hogy télen nem jár ki senki, úgymond a telekre, télen nem baszár, nem papám, de mi télen, Miklóssal ketten voltunk az egész kisodaszi sor. Kint az üdülővezetben. Mert mi, nekünk a magány kellett, és nekem ugye írnom kellett, én 2-3 állást halmoztam Budapesten, hiszen két beteg emberrel és egy bőröndel kezdtem a Moszkva téren, ugye. Tehát hihetetlenül sokat dolgoztam, és akkor, amikor elbújtam, kimentem Kisoroszéból, én még azt sem szerettem, hogyha Alem ugye hozta az ismerősöket, meg mondtam, Alem, ne, én azért jöttem ide, hogy senki se lássa, a szomszédok se láthattak, ugyanis ez egy erdőből kiesett rész, tehát nagyon szép helyen, és gyakorlatilag nem tudták, hogy ott vagyok, nem vagyok, és télen pedig Miklós, a nem közvetlen szomszédok voltunk, hála a fönnvaló Úristennek, közöttünk volt még vagy 3 ház. És akkor így át kellett sétálni egymáshoz, télen, csak Miklóssal ketten voltunk, és a szabadon maradt macskáknak a nem vagy csapatai, nyájai, csordái, és mindenki, minden nő szereti, imádja a macskákat, de úgy, ahogy a sok vőlegény jelöltet is ott hagyja a macskákat is tenyére, Isten ege alatt. És akkor ott volt két író, néző, én, és egy halom macska is rúzik a fajta, tértelem. Úgyhogy így egymásra voltunk utalva, túl erős volt ez a szimbiózis, és én erről senkivel nem is beszéltem. Hál' Istennek Alem rendkívül jó érzékekkel megáldott ember, nő és pszichológus volt, ő ezt elfogadta. Én, amikor rossz kedvem van, akkor hülyéskedek. Ha egy nőt látok, rögtön mondok neki, a nőknek mindenféle szép dolgokat, hogy ilyen szép, stb. És hanem az égre nézett, azt mondta, nyugalom, ő ilyen, Géza ilyen. És ezeket így mind az élet, mint az élete folyamán az ember ezeket úgy lerázza magáról, mint a ruca az esőt, és meg tovább. És így aztán megvoltunk, eltelt, nem is, hát ugye ebben a szoros szimbiózisban másfél évtized, de különben több, vagy 25 évig voltunk ilyen jó barátságban Miklóssal, és az egésznek az lett a vége, hogy az ifjúkori fixa ideám egyszer vérgömbbe előáll, én mindig akartam kiadót csinálni, kiadót készíteni, olyan író, kiadót alapítani, olyan író akartam lenni, aki nincs kiszolgáltatva senkinek. Na, amikor ezt mondtam Miklósnak, ez olyan nem lehet. Hát mondom, akkor ki a fene volt? Bázák. Bázák vett egy nyomdát valamikor, és az a nyomda csak az ő könyveit nyomta, egész élete végéig fizette a részleteket, belerokkant Bázák, ugye írt az Isten, az emberi színjátékot, de nyomtászott meg ez az élethelyzet, kipréselte belőle ezt a hallatlan életművet. Most Miklós ezen úgy csodálkozott, egyet értett, és azt mondta, hogy hát akkor préseljük. Mondolkozott egy kicsit, és azt mondta, idézem. Hát ez egy nagyon szép ötlet, de én teljes merszélességgel mellette vagy. És akkor elindítom a kiadót, aztán én még úgy nem láttam idős fickót, olyan pozitív pragmatizmusa elindulnak. Ott képzeltük el a Városmajor utca mellett, akartunk egy könyvesboltot. Ahogy Miklósnak járt az esze,
ellenben valami öreg asszonynak volt ilyen, egy hölgynek, egy nagyon jó könyvet tudott lehetett csinálni, ott üveget vágott. És Miklós megbeszélte vele, hogy mikor megy nyugdíjba, hogyan lehetne ezt a bolt, ezt az üzletet átvenni, stb. Szóval fantasztikus dolgokat képzeltünk el, és végül is Alennek az életművét a pontkiadót adta ki. Na de egy kis állandó veszekedés volt, mert Alennek ilyen fixa ideái voltak, hogy állandóan szakácskönyvet akar írni. Na most fixa ideái mindenkinek vannak, én is akartam egész életemben egy illemtankönyvet írni, ugyanis nagyon sok illemtankönyvet olvastam el több nyelven, és most sem vagyok megelégedve egyel sem, mint egy szakácskönyvvel sem. És az illemtankönyvnek nem az kéne legyen a cím, hogy illemtan, a viselkedés értelme és logikája. Hiszen viselkedünk, nem illemkedünk. Erről is egyébként lehet olvasni a könyvben. Lassan meg kell fejeznünk a beszélgetést, illetve arra is van lehetőség, hogy kérdezzenek, ha felmerült pár kérdés. De mi történt tulajdonképpen, tényleg csak nagyon röviden, tehát abban a fennmaradó hat évben? Tehát tulajdonképpen a könyv utolsó fejezetei erről szólnak, hogy Alen és az önök barátsága levelezés, nem működött igazándiból? Tehát mi történt igazándiból 2001 és 2007 között az önök kapcsolatával? Meghalt Miklós, és közben férhez ment Eszter, a lányom, és két gyerek született, utána a harmadik, és 50 éves koromban jelent meg a torkomban az első dolog. És akkor is gyorsan ütöttek, sürgősséggel, és Alennel ezt is megtárgyaltuk. Én akkor írtam életemben először végrendeletet, és Alennel megtárgyaltuk az esélyeinket. Az is egy furcsa dolog volt, hogy egy őszinte ember, én meg egyenesen durván őszinte, inkább durva, mint őszinte, de mindenképpen őszinte, és hát Alen, hogy nála bőrrákot diagnosztizáltak, és az összes kapcsolatát megmozgatta nekem is. És hát leültünk, néztük, azt mondtam, hogy akkor Alen, kérdezzem meg a professzor úrtól, hogy magának nem mozodik, mennyi van nekem. És azt mondta, hogy hát olyan 2,5 esztendő, és 2 évig még írhat, az utolsó fél évben lesznek áttétek és elvarul. Elmélye Géza, mondom, hát már ami van. És egyébként maga, azt mondja, magának mondja, hát neked még 7, jó, szép íz. De hogy ilyen? Ránéztem, és elkacagtuk előtt, hogy ahogy vetélkedtünk, hogy még mennyit élünk, anélkül, hogy megjátszottuk volna magunkat. Közben Miklós, és én akkor nagyon ráhajtottam, én írtam egy könyvet, Székely Jeruzsálem. Ez az első könyvem, amelyben fotók vannak, és lényegében erre gondoltam, amikor Alenékről is a fotókat fel akartam használni, és ezt a könyvet Alen olvasta először, mert nagyon, nagyon kényes dolgok vannak benne. Egyébként most jelent meg, a tegnap előtt kaptam ezt a példányt a 7. kiadáson. Székely Jeruzsálemben. És nagyon ráhajtottam erre, hogy a betegségem ellenére még tudjam megélni. Miklós meghalt, Alen már nem nagyon tudott kijárni Kisoroszlyba, azon kívül ő is beteg volt, közben születtek a gyerekek, és érintkeztünk, a kiadó is teljes gőzzel üzemelt, ebben nagyon besegített, amíg tehette Alen. Sorozatokat csináltak Ilonával, meg aztán most, hogyha sikerül befejeznem a másik könyvet Miklósról, lát, akkor abból erről is kell írjak, mert fantasztikus Ilon történet, jelentőségű dolgok történtek. És hát ebben az időben már
egészen egyszerűen fizikailag sem tudtunk érintkezni, küldtük a könyveket, meg Ilonával néha összefutott, de én már nem szerettem a rendben a panaszkodó halált. Idős korára ő is elkezdett panaszkodni, és nekem ez már nem hiányzott, én meg is mondtam. Én azt nem viselem, mert elég baj van még, nehogy még beszéljünk róla. És hát élete utolsó 5-6 esztendejében még egy hibánk is volt. Én nagyon ragaszkodott, hát erről nem kellene talán beszélni, de ez volt az igazság. Ő nagyon-nagyon ragaszkodott Ilonához is, hozzám is, így a Miklós meghalt, meg minden, de ezt a szimbiózist nem tudott tovább vinni, hiszen én, nekem ebben a földi létben egészen őszintén szólva a legnagyobb élményem az apaság volt. Az apaság és a nagypapaság. Ezt a nők jobban tudják, meg a férfiak között kevesebb, hogy kevesebben vallják be. És hát én minden időmet az unokáimmal akartam tölteni, nem ha lenne, például, hogy a lent is szeretne. Ezt így megmondtam neki, és akkor azt mondta fölháborodva, hogy Géza, a gyerekekkel nem kell törődni, az idős, előttük az élet. Az idősekkel kell törődni, és mondtam, hogy nem így láttam ezt. Azért gyerekekkel kell törődni. És én gyerekekkel törődtem, alem. Ezt is elfogadta, néha beszéltünk, de be is idéztem egy levelét, jobb, hogyha abból ítéli meg az orvosról, hogy benne van az a fájdalom, mert hát neki nem lett egy gyereke, miközben egész életén át ebből a gyerek utáni sóvárgásból nem tudta kigyógyítani magát, Miklós sem tudta ebből kigyógyítani magát, és ott voltam én, aki betegen, tényleg 50 éves koromban fél voltam is, a gyerekeket pesztráltam, unokákat, minden is, az érdekelt leginkább, és ezt megmondtam tisztán. Szóval az utolsó évek már az öregedés előtti furcsa pillanatok, ezt mindannyian meg fogjuk tapasztalni, mondta az egyszeri pap, kedves éveim, és mindannyian meghalunk, talán még én is, talán még önök is. Zárszó. Ez gyönyörű zárszó volt. Van-e kérdés, hozzáfűzni való? Igazgató. Egyetlen egy rövid kis kérdés, említette be a lány szakácskönyv allüriait, és hát az jelent meg a főzők örömmel, amelyből a feleségem örömmel főzött, és én pedig örömmel fogyasztottam. Tehát akkor ilyen élményed van-e a lennel kapcsolatban, hogy az ő gasztronómiájából? Hogyne. Alen szenvedéllyel főzött, sokak szerint nem jól. Egészen őszintén szólva, nem véletlenül mondta a néha, hogy Miklós meg én két vadállat, én olyan nem tudnak elénbe rakni, hogy ne eljen meg. Miklós pedig eleve egy ilyen hadifogó lélekú, vannak ilyenek, vagy akik mondjuk a Székelyföldön felnőnek. Az alma csutkát is meg kell lenni, ha nincs egyéb, és ott nem kell mondanom, hogy értek az emberek. Tehát mi Miklós a kettet akármit megettünk, hát Alennek ennél, hogy is mondjam, hálások közönség nem kellett. Néha megkérdezte, hogy így szólította Miklóst, hogy néha így kincsen meg, na, édes mackó, nézni? Miklós azt mondta, hát eszem! Tehát mi nagyon. És
Én csak azért voltam mérges, hogy ezzel a dologgal, azt mondta, nem vagyok ki a lett. Akkor kiadja más, mondja ki más. Azt mondja, más, hogy maga gazdagodni rajta, azt mondja, hogy így sikere lesz. Hozott is milliókat a könyv. Akkor sem érdekel, mert magának ez egy tévút, szakácskönyve, 500 vagy 5 millió nagysasszony ért már, maga pszichológus, arra nagyobb szükség van, mi a felér, nem azt sem. És azt mondja, bezeg a maga hobbiára, arra áldozom, hogy miféle? Hát örökké mondja az illem tankönyvet, amit megírtam? Nem írtam még. És önkritikusan nem is írtam illem tankönyvet, ami nem lett volna illem tankönyv, hanem a viselkedésnek a természethoz. Van-e kérdés? A kérdezés viselkedés tana is nagyon érte. Akkor köszönjük szépen a figyelmet, a könyveket aláíthatják, Szávai Géza. Köszönjük szépen az életet, Polcalen, asszony a Hátországban, erről beszélgettünk. Köszönjük a megjelenést és a figyelmet. Köszönjük.